150. évfordulóját ünnepelte a Dombóvár-Zákány vasútvonal. Az 1800-as évek végén, a vasútépítés révén a térség robbanásszerűen fejlődött. Ennek emlékére koszorúkat helyeztek el a vasútállomás épületén. Zákány község polgármester vagyok, és mint az egyik vég célpont, Dombóvár ugye a másik, képviseltetjük magunkat ezen a rendezvényen. Nagyon-nagyon fontos volt 150 évvel ezelőtt ez a pillanat. Azt gondolom, hogy a mi településünknek és a térségnek egy óriási fellendülést hozott, és nyilván új lehetőséget nyitott, ahogy korábban, pár évvel korábban a Zákány-Fiume vasútvonal is, és nyilván ez egy teljesen új beállításba helyezte a települést. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy megérhettük ezt a 150 évet, és a vasút még mindig működik, és bízunk benne, hogy még legalább 150 évig működni is fog. A nosztalgiázni vágyók felülhettek egy 100 éves gőzmozdonyra, amely végigment a teljes szakaszon. Ez egy kiváló túra volt, néhány megállóval, természetesen minden egyes megállónál, ugye Csurgon, Somogyszobon, Kaposváron állt meg ez az emlékvonat, és minden egyes megállóban emléktáblaavatás volt ugyanúgy, ahogy Zákányban is, illetve Dombóváron is, és mindenhol megemlékeztek erről a 150 évvel ezelőtti eseményről. Azt gondolom, hogy mindenki gazdagodott egy élménnyel, és azt gondolom, hogy sokat tudtunk meg egymásról is, és egy kicsit közelebb került ez a térség, ez a több mint 100 kilométer. Én, mint vasutas település polgármester mondhatom azt, hogy a vasút, ahogy régen, nagyon-nagyon fontos volt, aztán volt egy időszak, amíg úgy gondolták, hogy nem annyira fontos, de tudjuk, hogy a zöld energia és a környezettudatosságokán azt gondoljuk, hogy ez a jövő, sőt, láthatjuk, hogy más európai országokban a vasút hasít és halad előre, azt gondolom, hogy itt is ez abszolút a jövő szállítási eszköze. A dombóváriak számára is egy nosztalgikus pillanat volt, amikor felidézték a vasútvonal építését és annak körülményeit. De azt hiszem, hogy az első 50 év volt az, amely meghozta a Dombóvár életében, és a vasútvonal által érintett település életében azt a fejlődést, amelyet még ma is köszönhetünk neki. Én nagyon hiszem, hogy ez a fejlődés töretlen azóta is, és remélem, hogy a vasút néhány év teljes recesszió után újból fejlődés jön, és Dombóvár ugyanolyan ütemben tud fejlődni, mint ezt tette ezt az 1800-as évek végén. A vasútnak köszönhetjük azt, hogy 1970-ben Dombóvár város lett, vasútos város. Az országban nagyon kevesen bírnak ezzel a címmel, csak itt elhangzott itt a professzor előadásában, volt olyan időszak, amikor a Dombóvár lakosság 45%-ának a vasút volt a munkáltatója. Sajnos ez már nem így van, és nyilvánvaló soha nem is fog már így lenni, de azt gondolom, hogy Isten éltesse a 150 éves Dombóvár-Zákány vasútvonalat. A vasútos város mítosz egy kicsit szertefoszott az utóbbi néhány évtizedben, de természetesen, amikor 1872-ben ez a vonal megépült, mert azt követően a Bátaszéki, majd a Budapest, Dombóvár-Pécs, ez hozta el Dombóvárra azokat az üzemeket, többek között egy malmot, egy konzervgyárat, egy tejüzemet, vajüzemet, ahogy akkor hívták ezt az üzemet, és nyilván azon túlmenően, hogy gazdasági fejlődés állt be a településen és annak vonzás körzetében, óhatatlanul ez hatott a kultúrára, hatott a gasztronómiára és hatott a mindennapjainkra, hiszen egy olyan polgári társadalom jött létre, amelyet a vasutasokkal szemben volt egy társadalmi elvárás, annak meg kellett felelni, és nyilván a vasutasok szabták és diktálták a Dombóváron a kultúrát, a gasztronómiát, és nyilván a gazdasági fejlődésnek köszönhetően nagyon sok résztvevője volt ennek, hiszen a vasút, mint ahogy említettem, már nagyon sok embernek adott munkát, aki ezáltal az ott megszerzett jövedelemért részese tudott lenni ennek a sikernek. Az egykori mezővárosból vasutas várossá lépett elő Dombóvár, amely akkor a térség egyik legnagyobb vasúti csomópontjának számított. Ez a vasút volt az a lehetőség, amellyel Dombóvár vagy az itteni vasútvonal mentén lévő települések felkerülhettek a vasútvonal térképére, és bekerülhettek a magyar vasúti közlekedés keringési rendszerébe. Hát ez ugye egy óriási kerülési lehetőséget jelentett az itteni lakosság számára. Itt Dombóváron 3000 lakos élt, zömmel mezőgazdasággal foglalkoztak, tehát gazdálkodással, földműveléssel, és lényegében az itt megtermelt áru felesleget tudták most már könnyűszerrel továbbítani. Az első vonat hajnalban 2 óra 37 perckor gurult ki erről az állomásról, és ez egy vegyes vonat volt, ami azt jelentette, hogy nem csak személyeket szállított, hanem már árut is továbbított, és ez a vonat 13 km/h sebességgel
száguldozott minden, mindössze 100 kilométeres távolságról beszélünk Zákány és Dombóvár között, 9 vasútállomást érintett, és nem csak ezeket a vonalakat kellett, ezt a vonalat kellett elkészíteni, hanem a vasútállomásokat is fel kellett építeni. A jövőben újra fellendülhet a vasútjárószállítás, hiszen a klímastratégiában meghatározott értékek betartásában jelentős szerep hárul majd a sínpáron való közlekedésnek.